Hello, hello mindenkinek, csodálatosan szép hétvégét, vagy ami van éppen arrafelé. Üdv Csongi, Roland, Dániel, Gábor, Gargó, Danyika, AFK, Kreatív Form, Túró Rudi, Dolphy King, szevasztok, pörgessük meg ezt a csodálatos napsütéses délelőttöt, srácok. Köszönöm eleve Biankának, Krisztának, Kacsuszmaminak, szintén Biankának, Zigzeg, Zsugorfóliának, Milánnak, Ívnek, Arvennek, a donationöket, a hype-olást, mint olyan, Fall Guys, ismét, babok, uvuzás és elképesztő esportolás következik, hölgyeim és uraim, hát sose volt még ilyen jó, mert megjelent a Season 4, hát úgy körülbelül 3 héttel ezelőtt, de abszolút friss vagyok, üde, és tartom a trendekkel a lépést, úgyhogy megnézzük, és bemutatom az új pályákat, illetve azt, hogy hogyan kell rajtuk nyerni, hiszen csak a győzelem. A bab. Vagy hogy hívják? A korona. Koronás lesz. Tehát, hogy videójáték. Indítom, megy, és tulajdonképpen pörög. A szavakra majd odafigyelünk. Köszi Revenue Inspector Dani, Beco, nektek is. Nem indul a videójáték, de indul, minden rendben van. Már megy is. Azt mondja, hogy game kapturáció. Nem. Nem, ne szállj, gyere, menni fog, hiszek benned, legjobb vagy, ott van. De milyen neonos lett, na hol a zene? Semmi zene? Zene nélkül mit érek én? Mit ér a játékzene? Hol van a... Kész, némám. Ez az! Na ezért már megérte felkelni ma reggel, srácok. Abban a pillanatban Mikulás, három show van, main show, squad show, slime climb time. Én nem tudom ez mi ez, de ezzel mindig beszopattok, úgyhogy a main show-t fogjuk csinálni. Természetesen rendkívül sok öltözetem van, hiszen nagyon sokat játszottam a játékkal streamen kívül, tehát semennyit. Azt mondja, hogy egy ilyen majom jellegű leszek ma, tehát hogy... Ilyen leszek, ilyen majom jellegű leszek ma, narancssárga lesz, nem lesz narancssárga az arcom, az undorító, hol a minta, abból nem látszik semmi tulajdonképpen, tehát tök jó, ez a szín, ez se ér, tehát eleve semmi, tehát tök jó, hogy ezt megnéztük, hol a batlepassz, ott a batlepassz, store, várjatok, mert van 6 koronám, hát itt Neon Neko, Vapor Wave, hát itt lehet vásárolni dolgokat, de így egyik se jó se. Hát na ez. De erre nincs pénzem. Pedig lehetnék ilyen udvari bolond. Na jó, hát akkor videójátékozzunk. Ez itt nem tudom, hogy micsoda. 5/7. Alapvetően 5/7 vagyok, tök jó. Akkor menjen. Nyugi srácok, már senki nem folgájszozik, de maximum egyedül fogunk bejutni a top játékosok közé. Na. Reject Humanity, Return to Monke. Így is van, menjen egy kicsit a Monka spam a chaten, hogy a moderátorok rájöjjenek, hogy ma teljesen fölösleges így délelőtt, tehát pihenjenek ahogy lehet. És akkor abban a pillanatban Looking for Players, tehát tulajdonképpen 0/0. Hölgyeim és uraim, sose volt ilyen izgalm, na, de ott van, na mindjárt elkezdődik. DJ Fall Guys rárakta a droppot is. És akkor amint 40 játékos van, elkezdődik, hát nyilván megállt 39-nél, tehát hogy miért is működne így élő adásban, egyáltalán nem kellemetlen, de akkor legalább iszunk. Ott van, megjöttek a nebulánsok, mindenki bezárta az online órát, szégyeljétek magatokat, és akkor 60/60. Na, új pálya, Skyline Stumble. Navigate to futuristic obstacles and race to the finish line. Hello, my name is Kamala. Try reaching the finals to gain lots of corona, yes? Not fertőző corona, this is good corona in Fall Guys, okay? My name is Kamala. Good luck with your place. Kiváló. Amúgy rohadt jól néz ki a pálya. Nagyon tetszik ez a futuristic dolog. Az óromig se látok, nem, hogy oda hogy fogok fölmászni, tehát, hogy ez nem Fall Guys lesz, hanem Fail Guys ma, de
Figyeljetek, hát én megpróbálok mindent. Monke az első sorba. Hogy volt az irányítás? Volt sprint, ugye? Nem, nem volt sprint. Várjál, hát nincs gravitáció! Hogy ugrok föl? Ja, hogy itt nincsen gravitáció! Ó! Várjál, hát... Aha! Az Isten verje meg a gravitációt beléd! Mi? Hát ellökött a Szaturnusz, bazd meg! Hát... Nyugi, nem kell kétségbe esni! Másokat is ellökött a Szaturnusz! Ez az, nagyon jó! Ez az, Monke tovább jutott a bolygóközi invázión. Következő akadály, itt egy flipper veri nekem konkrétan a pofonokat, mint telepen a barátkozós köszönti. Nyugalom, nem fogok kiesni. 3 hete megjelent, biztos nem tudja senki, hogy hogy kell csinálni. Itt mi van, ha megnyomom a gombokat? Semmi. Jó, kiváló, a második akadályon túljutottunk. Itt akkor jönnek az eltűnő padló. De hát hol mi? Aha, nyugalom, semmi gond. Igen. Hát bazd meg, az a baj, hogy elkezdtek nehezed. Mi a pá... Ott, hopp. Hát profi vagyok, professzionális videójátékos. Hölgyeim és uraim, az UVU ereje velünk van. Na itt most hogy, merre? Itt így nyitogatják az ajtók. Ott van, megyek le. Már megyek is le. Diszkó gömb lézerekkel. Aha. Intáztassad apát, faszát. Ugri, kiváló. Már jön is a győzelem. Itt mit kell csinálni? Várja, föl kell flipperezni magadat, beszarsz! Aha, hát eddig jó vagyok. Tehát körülbelül pont olyan jó flipperezek, bazd meg, mint hajnal 3-kor részegen a kocsmával. Nagyon jó! Kelj föl! Azaz, Nyerünk, Monke! Hát Monke vagyok, egy Monke ne tudjon ugrálni, ne vicceljetek már velem! Ezt megcsinálom. De... Takaríts már el innen azt a tojástestű galambfos! Elnézést, nyugodt, minden rendben van. Fogjad. Azaz, Monke! Monke! Ott, Monke! Ez az, top 10. Majdnem, top 10. Yes! Hát sose volt kérdés. Hát nem tudom, hogy mi lesz a többi pályán, srácok, de ez eddig rohadt jó. Ezek a pályák már nehezek. Tehát, hogy már az első pálya rohadt nehéz volt. Hát, hogy remélem a többi is ilyen lesz, mert ez rohadt flash volt. Ez a flipperezős fölfele, ez zseni. De bazeg, az összes pálya ilyen lesz, akkor esküszöm, megbocsájtok a játéknak. Abban a pillanatban továbbjutás, aki kiesett, az állítólag speciális. Senki ne vegye magára. Levi, köszi a feliratkozást. Látszám a subgifted Zsuzsi a 3-at. Köszi mindenkinek. Na, abban a pillanatban UVU. Természetesen jár a taps. Köszönöm szépen. Köszi. És akkor jön az egyik kedvenc pályánk, a Próbálj meg nem leforogni a hurkatöltőről című történet. Egyáltalán nem izgulunk, csak fönn kell maradni a pörgő hurkatöltőn, és megvárni, míg a 9-esek leesnek. Hát meglátjuk. Na jó, igen, akkor tulajdonképpen mehet. Monke pol pozícióban. Mi? Hát lőnek, bazd! Hát a tíz istene! Hát eddig ilyen nem volt! Hát haló! De hát leesek! De mikor lőnek? Hát de... ott volt egy eper! Az Isten áldjon meg! Hát jó, hogy nem bazd meg, már az egészséges életmódra tanít a Fall Guys. Itt ilyen finom gyümölcsökkel lődöznek. A pofám leszakad. Mennyi? Taka! Nyugi, természetesen nem kell izgulni, srácok, nem kell izgulni. Professzionális videójátékos vagyok, aki izgul, az veszít. Várjál, hát ők visszafele... Jönnek, valami lőtt! Ezek megint egy áfonya eső van az égből, bazd meg, jó, hogy nem ilyen bifidus efezzis-es joghurtot tolnak az arcunkba. Egyelőre minden rendben van. Stratégiailag itt maradunk a szélen. Ide hát, ha nem lő az ágyú. Gond van. Át kell szaladni, nincsen gond. Ne izguljál. Azaz. Nyugi, profi. Most lőttek, egy kicsit fél a testem.
Nagyon jó joghurt, mert mi az az Among Us skin? Amúgy tovább jutottunk, nem kérdés, de láttatok, ott ilyen mongúzos skinek voltak. Hát ki ez Isten akar még a Fall Guys-ba is úgy kinézni, mint az Among Us-ba? Ott vannak a kis kreatúrák. Felháborító szerintem. Minden esetre nagyot megyünk, top 27. Na. Új pályát. Hát ez nem új pálya, ez melyik? Tolni kell a labdát a kapuba. Na, ezen szoktam végtelen mennyiségűleg fölkúrni magamat, de ez most nem fog megtörténni természetesen. Gyerünk, egy kis UV power. Easy peasy. Lemon squeezy. Melyik színű csapat most a nyerő csapat, srácok? Gyerünk. Push the ball to the finish line. Beletoljuk, nyugi. Piros csapat, az mindig jó. Manchester United, ám mondjuk kevesebben vagyunk, de nem baj. Gyerünk. Toljátok, tetyák. Homáim. Azaz, nyugi, az, hát nagyon jó. Most kéne a DRS nyitni, srácok, mert a kékek egy kicsit itt mellettünk megfeneklettek. Nagyon jó. Nagyon, ott tolom. Ott nagyon jó. Ott arra kerülünk. Kiváló. A sárgák, az, hol vannak a sárgák? A sárgák vezetnek, bazdmeg, hát srácok. Hát toljuk, hát utolsó helyen vagyunk. De ne állítsátok meg, előre toljátok, hát hülyék vagytok, bazdmeg. Hát mit, a BIOS tanultatok matekon, vagy mi a fasz? Azaz. Gyerünk, ott a szélen el kell menni. Üss alá egy nagyot. Basz, ez így nem lesz jó, mert utolsók vagyunk. Gyerünk, most kell előre meglökni és beelőzni a kék labdát. Most kell, nagyon szoros lesz! Nagyon szoros! Itt, nyugi, hát easy. Hölgyeim és uraim, hát a nyitott DRS. Hát konkrétan a piros labdának a végsebessége az síbán veri a kék labdáért. Sosem volt kérdés a továbbjutás, top 18. Köszi. Köszönöm a gratulációt, köszönöm szépen minden 18. életévét betöltött nézőnek, aki elgondolkozott róla, hogy mi a szér nézi ezt egyáltalán, de ezzel nincs semmi baj, hiszen ismét egy új pályát láthatunk. Big Shot! Figyelj rá, hogy ne legyél lelökve. Aha. Ajaj. Mit kell csinálni? Ez nagyon félelmetes. Kurva jól néz ki amúgy a pálya. Ez a neon flash, ez nagyon na... Hebe! Jézus, de hát lőnek, basz! Nyugi. Itt csak a balfaszok esnek le! Semmi baj. Ezt csak azért csináltam, hogy megkapjuk a rák kosztümöt. Nézzétek meg, milyen jó a rák koszt. Oda nézd. Félig monke, félig rák. Nem, teljesen rák lettem. Aha. Én nem tudom, mi ez, de rák. Na jó. Hát, akkor nincs több monke, akkor mehet. Ez volt a bemelegítés. Hölgyeim és uraim, nyugalom, ez a bemutató kör volt, direkt csináltam, hogy vicces legyen. Egyáltalán nem direkt, vagy mi véletlenül basztam el, mindegy, lelökött megint a Saturnus. Nyugi, most viszont űrrákként már sokkal könnyebb dolgunk lesz. A Monke nem volt felkészülve az alacsony gravitációs együttállásra, de az űrrák az most... kiválóan fog evickélni itt az új körülmények között. Dobálózós uraság, köszönöm szépen a cheert neked. Köszi. Anetta, hogy szintén neked is, Eszti, neked pedig a gifted. Na nyugi. Ha egyből bejutunk a döntőbe, akkor nincs miért itt maradjatok nézni. Tehát ez a lényeg. Ha az elején megnyerem, akkor elmentek. Így is minden Fall Guys stream elején elvesztek minden ivar érett embert, aki nem szereti, mikor indokolatlanul ordibálok. Nem kell, hogy még több ember elmenjen. Na, roll on!
Köszönjük szépen, videójáték, a változatosság kedvéért ugyanazt a pályát lejátszhatjuk, ami 2 évvel ezelőtt. Gratulálunk, gratulálunk. Kamala úgy néz ki az algoritmusban, elrontotta a pályasorsol. Ja, de nem. Ez nem ugyanaz. Nem. Várjál, hát ez másik, visszavonom. Nyugi. Mondjuk itt a célt, azt nagyon jól látom. Tehát, hogy ez így alapból kurva jó. Tehát, ha megfigyelitek, a pályán nagyon jó... Na, várjál. Igen, mehet. Nagyon jó megmutatta a játék a pályát. Gyerünk, rák alien. Antigravitációs alien elindul. Egyébként egyelőre pole pozícióval, itt nagyon szűkös lesz az átférés, de egyelőre áramvonalas kis testével rendkívül jól megoldja, és egy pillanatra sem izgul azon, hogy esetleg középen leesik egy lyukon, mert elképesztően magabiztos, gyönyörű a teste, és 499-re a feliratkozás. Hölgyeim és uraim, kiváló megoldásokat láthatunk ettől a feltörek... Az Isten beléd, a feltörekvő e-sportos anyád úr is. Nyugi, nyugi. Itt rá kellett éreznem, hogy milyen tempóban jönnek egymás után az akadályok, de így, hogy ráéreztem, így most már soha nem fogok tudni leesni. De hol van a talaj, bazd meg! Nyugi, semmi baj, semmi baj. Itt sokan elrontják, hogy kapkodnak és ordítoznak jobbra-balra, hogy de azt nem szabad csinálni. Itt csak magabiztosnak kell... Azaz, checkpoint, ugorj már te fog... Ez, nyugi, ez az, kiváló. Na, itt az a különbség, hogy előre-hátra mennek a lyukak. Hát nagyon fontos, amikor előre-hátra mennek a lyukak, akkor így előre kell ugrani, és akkor így be lehet érni a célba, és akkor lehet így debelgetni, hogyha például 2008-at írunk még, akkor lehetne. Itt pedig Baby Shark szenvedéseit láthatjuk GAG-hez. Top 3 volt, amúgy mindenki látta, hogy top 3 volt, nyugi. Vajon Baby Shark tovább jut-e, hölgyeim és uraim? Egyébként rohadt jó ez a neon cápa skin, tehát fényesre van polírozva. Amikor utoljára ilyen fényesre polírozva dolgot láttam, akkor 16 éves voltam, de ez most nem lényeg. A lényeg az, hölgyeim és uraim, 45-en kvalifikálták magukat a következő körbe, köztük az űr antigravitációs rák is, tehát jó magam, tehát én. Úgyhogy jöhet a következő pálya, ami nem lesz más, mint a... Hát bazd meg, ilyen töltőképernyőn én nem bírok ennyi levegővel életben maradni egyáltalán. Valami neonosat, valami újat adjál, videójáték. Abban a pillanatban a pálya, amit mindenki utál, tehát köszönjük szépen, meg mindenki ismeri, a Libikóka pálya. Lehet dülöngélni jobbra-balra, hölgyek és urak. Úgy néz ki, hogy ez most így nem fog működni, tehát hogy miért... Ott egy diszkógömbfejű mókus! Ott az első sorban, látjátok? Ez valami fantasztikus. Na, akkor abban a pillanatban pereg. Kiváló, már föl is dőlünk. Már itt le is fogok esni, bazd meg, mert mi... Azt menjetek át a túloldalra, ti hülye farkak. Az a nyugi, nyugi. Ne emeld föl, ne emeld föl! Azt nyugalom, kiváló. Tehát, hogy én tudom, hogy mit csinálok, csak a hülyék nem tudják, hogy mit csinálok, de még ők is sejtik. Kiváló a checkpoint. 33 ember kvalifikálhatja magát a következő körbe. Az antigravitációs ráknak ez semmiféleképpen nem okozhat problémát, kivéve akkor, hogyha leesek, az egy kicsit problémát okozhat. De nem fogok leesni, mert ott már... Ne! Visszamenjé! Kutyám majom! Nyugi, most ott mindenki leesik, mert azt hiszik, hogy annak van értelme, mindjárt rájönnek, hogy ne, de hülye farkak, hát így nem lehet. Az Isten áldja meg, fogyatékosokkal vagyok körül, nézd meg, full hülye az összes, bazd meg. Hát itt fogunk mindannyian megrohadni ezen a sárga pallós foson, ti idióták. Nézd meg, itt hagyom őket, bazd meg, mert hülye az összes, hát nem értik, hogy hogy működik a videójáték. Nem érti. Ott van, uvu! Abban a nyugi, ezt nem kell izgulni, most úgy tölhet, hogy rohadtul ki fogunk esni, mert ott maradtunk a sárga pallós, sárga házas idiótákkal, de ez nem fog megtörténni. Ez nagyon nagy baj. Kelj föl! Jó, az ott ti nyomjátok föl nekem ezt az oldalt, köszönöm szépen, hello és sziasztok!
abban a pillanatban. Nyugalom, nyugalom. Az volt a tanulság, hogy ne engedjétek, hogy a speciálisok lehúzzanak benneteket, és nem is engedtük. Figyelem, figyelem, a továbbjutás megtörtént. 33 játékos van versenyben az év idiótája címért. Az antigravitációs űrrák is ott van a továbbjutók között. Ez egy tündérhapci volt, de majd kivágjuk. Elnézést kívánok, nézzük a következő pályát, a következő megmérettetést, az akciót, a versengést. Miközben megköszönjük Gunnáriának, hogy úgy döntött, hogy támogat minket, vagyis hogy engem. Köszönöm szépen, ahogy Sodrónak, Görlinek. Nagyon szépen köszi, srácok. Jajjaj! Figyelem, figyelem, farokfogdosás várható, 33 lelkes versenyző fog azért versenyezni, hogy kitarthatja meg a farkát, és ki az, aki elveszíti a farkát. Hát én farok nélkül indulok, de ezt a YouTube komment szekció szerintem már amúgy is elmondta sokszor, hogy szerintük nekem nincsen, úgyhogy nem kell emiatt kétségbe esni, szerzünk magunknak egy szép aranyló farkat. Engedj már el, te paraszt, hát mit rángatsz, bazd meg, úgy. Kapd egy íkok, én leléptem, hello és sziasztok. Már meg is van a farkam. Ja, de hogy ez csapatjáték. Abszolút figyelek egyébként. Egyáltalán nem most vettem észre, hogy csapatjátékban vagyunk a piros csapatban. Azt hittem, hogy egyénileg kell fogdosnom mások farkát, de nem, mert csapatban kell fogdosnom mások farkát. Ez, hát bizonyos politikusaink szerint így legitim. Micsoda? Nem, semmi olyan. Ugye, ami Brüsszelben tört. Na, nyugi. Ezt úgy se érti senki, aki Fall Guys streamet néz. De a lényeg az, hogy négy farokkal a piros csapat egyelőre nagyon jól áll. Úgyhogy nem kell izgulnunk. Egyelőre a farok mennyiségünk az pont... Nem, most már baj van. Mire kimondtam, hogy a farok mennyiségünk megfelelő a továbbjutáshoz. Azóta a speciális csapattársaim konkrétan szanaszét baszták a saját esélyeinket. Kifejezetten örülök neki, hogy a saját csapattársam üldöz, tehát hogy 60 órája jön utánam egy idióta piros róka, bazd meg, de semmi baj, egyáltalán nem basz föl, hogy kettő darab farka van a piros csapatnak, és egyáltalán tökéletesen életképtelenek vagyunk bármire, hogyha most kiesek a sok fogyatékos miatt, akkor... De most ez hol igazságos? Hát akkora volt a farkam, mint senki másnak, és végig hordoztam, és erre kiesek. Hát haló? Hát de nem lehetne, hogy a legnagyobb farkú tovább jut a kieső csapatból? Hát nálam volt vagy 3 percig. Istenem. Föri, ott abban a piatban Föri vagyok. Nagyon jó. Megszereztük az alsó fertáját is az antigravitációs űrráknak. Mehet tovább. Hát... Én tulajdonképpen nem tudom, hogy mi van, de majd most. Ez a kör eleve rosszul indult, nem voltak jók a pályák, a szélirány nem segített minket a sebességben, és kicsit kevés volt a neon, de majd most. Na, hát kezdésnek egy pálya, ami nem tudom, hogy melyik, de ez is az elején már benn volt, úgyhogy igazából el kell jutni a célig. Ez nagyon meglepő, tehát viszonylag kevésszer van ilyen a Fall Guys-ban, hogy így el kell indulni és el kell jutni valahova, de most megtörténik. Nyilván! Elnézést. Fiatal vagyok, még néha elcsuklik a hangom. És a hátsó sorból indulunk. Az egy PewDiePie skin konkrétan ott az... Na mindegy. Ott a pingvin előttem. Nézd meg az imposztor mindenségét. Nagyon sús. Ugye így kell mondani? A 8 éveseket súsnak kell mondani, ugye? Nagyon susok vagytok. Mindenki nagyon sús. Egy kicsit elestem, de az nem számít. Nagyon sús minden. Nagyon sús! Ez az, átjutottam. Konkrétan top szituáció. Ouch, az egy kicsit fejbevágott, de... Hát ez olyan, mint a vodka martini, ha kicsit fejbevág, akkor még teljesen oké. Jönnek itt a jégkrém nyalókák.
felnőtteknek dildó, de a lényeg az, hogy ötödikként ott vagyunk a célba. Köszi, köszi. A csavaros kalippókat kikerülve gyakorlatilag mindenkit megelőztünk. Kiváló történet volt. Balasztinyó, köszi a 42-t, Kunera a csírt, Ádám a 7 hónapot, köszi, köszi mindenkinek. 43 szerencsés tovább jutó, tovább evickélt a következő körbe, az antigravitációs űrrák továbbra is versenyben. Nagyon sus volt a szituáció, de senki nem vette észre, hogy susok vagyunk, ezért tovább susogtunk. Na most már tényleg kérek egy új pályát, valamit, ami IQ mennyiséget mér, valami, amiben megmutathatom, hogy mekkora. Ajjaj. Na ez a lyukazó. Ez a lyukazó. Hát itt legutóbb, amikor ezzel játszottunk, akkor az egész chatnek le kellett vetkőzni a bugyogóra. Ha még emlékeztek a Season 3-ban. Na nyugi. Nyugi. A pálya lényege, hogy bele kell találni a lyukba. Azt hinnétek, hogy ilyen idősen én már nem találok bele a lyukba, de hát sokan hitték ezt. Aztán lett egy gyerek. Mi? Nyugi? Na ez most kicsit kellemetlen így. Igen. Semmi baj, ne aggódjatok egy pillanatra, se ott a hasazós, az kiváló, 2 pontunk van. De ne lökjél le, hát a PewDiePie skin-es anyád úristen itt lökjed le, az. Hopp! Az isteni. Nyugi, 4 pont. 4 pont. Itt átbronzolódok ezzel has. Hát akkor hát kaptam a fejemre konkrétan ezt másodfokú fejsérülésekkel. Megyek csak tovább. 5 pont. Hogyha szeretnétek tudni, hogy hogyan állunk, akkor így annyit tudok elmondani, hogy szarul. Tehát, hogy egyelőre a továbbjutástól olyan messze vagyunk, mint Bivajbasznád Idepesttől. De megint megállít a csavaros kalippó dildó, hát nem hiszem el. Ott az nagyon nagy. 13 pont. Meg lehet. Ott átugrok a bronzoson, kikerülöm a dildó kalippót. Ott az ezüst, és megvan! Nem volt kérdés. Sose volt kérdés. Köszi, köszi. Jöhetnek a cseten az emóták. Meg a pénz. Top 50. Nyugi. Érzem, hogy a testemben árad szét a tesztoszteron. Illetve egyéb anyagok, de arról nem beszélünk, ugye? Top 26. Top 26, easy game. Nem állíthat meg senki alapvetően, ezt szeretném elmondani. Illetve azt, hogy a következő pálya egy új pálya. Power Trip. Elemeket kell vigyek. To color tiles. Abszolút megértettem a feladatot. Elemeket kell venni, és át kell színezni a mezőket. Tehát ez egy csapatjáték. Aha, tehát én kék vagyok, és mindenki, aki köcsög, az piros. Vagy sárga, nem tudom. Jó, viszem az elemet. A hova vigyem az elemet? Ja, itt le kell menni. De várj, itt föl. Ja, hogy így színezem! Hát abban a pillanatban, hát óvodás koromban kurva jó voltam kifestőbe, tehát a kifestő royalt, azt mindig én nyertem a mackó csoportba, úgyhogy színezem át a sárgákat, abban a pillanatban a kifestő royal legújabb esportolója Nessali varát, nézd meg, az egész konkrétan kék. Tehát, hogy mindenki, aki sárga, az konkrétan veszít. Most azzal ne törődjetek, hogy 200 millióra vezetnek jelen pillanatban a sárgák. Tehát olyan szinten vagyunk inasba rakva a kifestő rojában, hogy tulajdonképpen a jó anyám se fog rám is. Ne rángassák, köcsög, mert... Na, nyugalom. Nem szabad ugye csúnyán beszélni, az nem szép dolog. Gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával semmi esélyt nem látok a továbbjutásra jelenleg. Tehát, hogy olyan szinten vezetnek a sárgák, hogy a csapattársaim, én nem tudom, mit csinálnak, bazd meg, de hogy visszaküldeném őket a nagy csoportba színezni, az biztos. De ne utánam fussák, köcsök! Hát, Istenem, olyan hülye! Hát utánam futnak a csapattársaim, bazd meg! Hát hülye az összes! Mit csinálnak? Hát 170, hát még csak nem is szoros! Hát olyan szinten vagyunk szarok, hogy ezért másokat börtönbe zárnak. Hát normális!
ilyen van, de ott középre hogy lehet fölmenni? Hát az full sárga, bazd meg. Hát konkrét más se látok. Hát mikor WC-re megyek, nem látok ennyi sárga szín. Hogy lehet föl... Alapvetően azt szeretném elmondani, hogy mi a fasz? Most már kezdem unni, hogy kiesek olyanok miatt, akik nem járták ki a nagy csoportot az óvodába, és nem tudnak színezni, de semmi baj, az e-sportoló nívom tovább növekedik, mint olyan töretlenül. Gyakérkezeltnek köszönöm szépen a cseőrt, mi pedig megpróbálkozunk újra. Az univerzum meghódításával. Semmi baj, egyáltalán nem tiltelek, egyáltalán nem fogom túlsózni az ebédet. Megpróbáljuk még egyszer. Múltkor is beszóltál a nebulókra, írja Atemil, aztán kártyalehúzás is netes volt. What? Én nem szóltam be senkinek. Csak illene elvégezni rendesen a színezést az obodába. Hát most na... Ó, anyám! Na nyugi, 60/60, már megyünk is tovább, új pálya, Skyline Stumble, ez volt az előbb is, ez a flipperes antigravitációs dolog, és mivel, hogy jelen pillanatban az űrrák skinünket használjuk, ezért ezen a pályán biztosan top 10-es továbbjutás várható. Nagyon szép a kapu. A második sorból indulunk, az időmérő edzésen ide kvalifikáltuk magunkat, de nagyon jó a rajt, többen állva maradtak. És most már a tetejére is ugrottam. Most már pró vagyok, bazd meg. Hát most már tudom, hogy kell lesz. Oda néz. Konkrétan elől megyünk. Menj már te! Azaz. Nyugi. Most már többet nem cumantom itt be a dolgokat. Ez az, easy. Nem volt kérdés, nyugi, csak az izgul, akinek van mitől félnie. Kiváló az itt mindjárt, ja, hogy itt lefele is lehet menni, igen, tudom. Nyugi, egy kicsit fejbe vágott a lézersugár, de az nem baj. Ott vagyunk elől, és figyelj, mert most olyan flipperezés jön, hogy behalsz. Aha, hát ez most nem az volt, de most mindjárt ez az lesz. Majd mindjárt, amint oda fölérek, az lesz. Menj már innen, te űrhajós! Ott van, ott konkrétan bronzérem, ott konkrétan top 3. Köszi, vittem. Páran a cseten nem hitték el, hogy meg lehet, de hát őket tulajdonképpen lehet bannolni nyugodtan. Ez e-sportolós volt. Itt amúgy körbe is lehet menni, tehát állítólag aki, nem tudom, akit az óvodába kislabdával kidobtak, mindig az így körbe is mehet, és nem mer flipperezni. Például ez ananász, meg ez a banán jellegű koma. Hát aki ugye Among Us skinben van, az eleve kiesik, mint ez a tojásos fiatalember. Illetve, ahogy mondani szokás, tojásos. Nézzétek meg. Látjátok, ez van, hogyha Among Us skinnel fallguysoztok, ott már ki is esett. Na, ismét továbbjutás. De hát ez ugye nem is volt kérdés. Ott mindenki integet a másiknak, az az egyféle animációval, ami benn van a játékban. Nézzük a következő pályát, hát hogyha nem egy csapatjáték lesz az, és egyedül sikerre vezethetjük önnön magunkat. Hölgyeim és uraim, nagyon peregnek a képek, az animáció valós. Igen. Természetesen egy csapatjáték. Én megszakjam le saját magamat, nyilván itt egy ültő helyembe. Nagyon jó! Nagyon szeretek röplabdázni, bár inkább nézni szerettem régen a röplabdát, kis fiatal koromban, mikor tomboltak a hormonok, röplabdás lányok mi? De ez most igazából mindegy, a történetben ez nem tartozik hozzá, az tartozik hozzá a történethez, hogy egy labdánk van konkrétan, tehát eleve
tulajdonképpen már most nincsen esélyünk a továbbjutásra, de nem adom fel! Még egy darabban látsz! Mert itt el kell lopni a kékektől a labdákat. Abban a piatban sus vagyok, ugye? Sus vagyok, itt viszem is ezt a kis labdát, köszi! De ne állj be elém, basz! De a saját csapattársam, basz meg, elviszi a másik irányba. Hát ilyen van! Tehát konkrétan létezik olyan injekció a Covid mellé, ne, semmi olyan, de hogy így beoltanék konkrétan vízzel pár embert így vénásan, hogy hát, hogyha valami agyat így sikerül beleverni, vagy ha nem, akkor legalább ott van, azaz, ne hagyd, hogy visszapattintsa, oda kell át, azaz, na, jó van, na, eleget kiabáltam velük, látjátok, a csúnya fenyegetések mindig eredményre vezetnek, ez is sikerült, most három labda, másik két csapat kieshet. Most már csak védekezni kell. Ugye? Általában a... Igen, nyugi, majdnem nagyon csúnyát mondtam, de ez egyébként egy családbarát adás. Védekez. Védekez, ha már bizonyos emberek nem tudnak, és emiatt a túlszaporulat sajnos a bolygónk ökoszisztémájának felborításával fenyeget. Azt ott vissza kell rakni. Vigyázzál, mert nagyon jönnek a kékek. Ez így nagyon sus. Nem jó, hogy az utolsó másodpercbe bukjuk el, basz meg. Ne. Nem lehet. Tehát, hogy ennyit. Valaki pénzért szop ennyit. Én nem vagyok hajlandó ingyen ennyit szopni. Gyerünk. Gyerünk. Overtime. Bármi lehet. De ne a sárgákhoz vigyük át a kék labdát. Hát mindegy, akkor vigyük el. Jó az irány, de most... Jó, essen már ki. Most, vége. Ott van. Édes Istenem. Nyugi. Ki volt számolva? Ezt csak a szórakoztató jelleg miatt csináltuk meg így. Igazából sosem voltunk veszélyben. Mourinhói szintre emelkedett a védekezésünk, és ennek köszönhetően megvan a továbbjutás. Töltőképernyő meg olyan gyors volt, hogy arra se tudtam gondolni, hogy mi következik. Na de! Hát ugye, legutóbb ezt a pályát, ezt elvicceltem. Direkt leestem azért, hogy nevethessetek. Most nyilván nem fogok leesni, hiszen ugye nem vagyok balfék. Balfék nem vagyok. Be kell állni középre, az a lényeg, és amikor jön a Szaturnum! Nyugi, ott egy fánk, az nem jön el idáig. Szaturnusz! Nyugi. Mágnes, a geódás anyját. Át kell menni. Nyugi, kontrollár. Geódák jönnek, nagyon jönnek a geódák. Egy szad ki anyja! Abszolút nem tizedikként hullottam bele a hányásba. Hát, arcon vert egy 670 kilós mágnes, de semmi baj, legalább kaptunk pénzt. Ott a fényes cápa jelmezt is megkaptuk, vegyük föl a gatyát. Kaptam egy koronát is, de nem olyat, nyugi. Nagyon jó. Hatos lettem. Nagyon jó. Ezt is fölvesszük. Nem tudom, hogy miért. Igen, kiváló. Na, várjál. Itt valamit meg kell venni. Meg kell venni a cicaszkint. Ez volt a baj. Na, de most. Most abban a pillanatban, hogy macska leszek. Hát még a macskának nincsen meg a kis feneke. De 4500-ért majd megvehetem a macska fenekét. Hát most egy ilyen macska-cápa kombó vagyok, jó srácok? Tehát ez ne zavarjon meg senkit, a fenekem egy cápáé, a fejem egy macskáé, de ez egy uvú skin, úgyhogy elképesztő uvúba vágjuk magunkat, és ezzel meg lesz a win. Jó? Nem kell aggódni. Abban a piatban cica. Máu! Így?
ezzel most már nem lehet hibázni. Cicápa, köszönöm szépen a megfejtést Pepe GX-ének. Cicápa. Na, a második szezonból egy pálya, a Night Fever, az azt jelenti, hogy lovagláz, azoknak, akik nem tudnak külföldiül beszélni vagy olvasni, mondom, lázas lovakként kell által verekedni magunkat itt a különböző akadályokon, mondjuk anélkül, hogy a fejünket levágja egy balta. Nyugi, a pályát ismerem, a taktika a fejemben van, dorombolok, és természetesen top 10-es továbbjutás várható, amennyiben megfelelő kezdő pozícióban vagyunk, és cicaként a második sorból indulhatunk is. Na gyerünk! Itt jobb oldalt elindulunk, itt nagyon kell vigyázni, álltak fáj, hogyha egy fejszével fejbe vágnak, az elvileg nagyon kellemetlen, de minket természetesen nem találnak el. Na itt jönnek a kúperdők, tehát hogyha itt nem szalad föl a kúpa fenekünkbe, akkor szintén tovább lehet menni. És én nem szeretnék kúpot a fenekembe, de mondom, nem szeretnék! Nyuga, semmi baj. Ilyenkor sokan felkúrják magukat, én nagyon higgadt vagyok általában! Basz meg! Igen, te... Sejhaj! Igen, én úgy, nagyon jó. Coca-Cola! Így van, nagyon jó. Természetesen ott vagy. De hova?! Nyugi, nem szabad rá, sokan nem tudják, nem szabad rámenni ezekre a földobós cuclikra, például erre se lenne szabad rámenni. Igen, a nyugi, itt a szélen el kell suhanni, hogy ne üssön meg minket ez a kis cumóka, így is van. Nyugalom, még mindig bármi lehet, nem kell izgulni, itt ez most elindul lefelé, apu átugrik, és akkor hát top 10. Egy 21-ként beérünk a célba. Miközben szegény Mikulás még mindig itt a kúpokkal szenved. Hát nagyon durván megrakták szegény Mikulást a kúpok. De én szurkolok neki. Hát igen. Szegény Mikulásnak. Hát ugye nem ez a munkája. Ő általában ajándékokat kézbesít a kéményen keresztül. Tehát valószínűleg... Hát igen, a kúpokkal nincsen jobb a szegény. Keveset találkozik kúpokkal a munkája során. Nem szállít gyógyszertárakba. De a lényeg, hogy a cicápa tovább jut. Így nekünk nem lett problémánk. Ezzel. M. Bálint írja a cseten, hogy a számokkal tudsz emótolni. Én nem mondom, hogy kasztrálni kéne mindenkit, aki emótol a Fall Guys-ban, de minden esetre érdemes megfontolni. Minden esetre köszönöm szépen a tippet. De mi megyünk tovább a következő pályára. És akkor megnézzük, hogy mi vár ránk. Remélhetőleg nem egy csapatjáték, ami kiidegel engem, meg mindenki mást is az univerzumból, hanem egyénien mutathatjuk meg a Fall Guys-ban lévő tudásunkat. Tundra Run! Aha, Season 3 egy téli pálya. Nem tudom ez melyik, de megnyerjük. Itt menni kell fölfele, aztán egyenesen, aztán még tovább kell menni egyenesen. Hát, teljesen jó. Ezen már játszottunk, csak annyira nem emlékszek rá, de a lényeg, hogy megnyerjük. 31 tovább jutónak van hely. Nyilvánvalóan ez nekem menni fog, hiszen már pole pozícióban vagyunk, és a rövid ívet választjuk, miközben labdák próbálunk. Az eper! Na nyugi, nyugi, nyugi. Pole pozíciót elveszítettük, de csak azért, hogy akik hülyébbek nálunk, azok előttünk el lehessenek találva mindenféle kreatúrákkal. Így is van. Jönnek az akadályok, azokat kikerüljük, mert nem vagyunk hülyék. Itt megállunk, aki siet, az... Ajjaj! Nyugi. Ez taktikailag benne volt egyébként a pak. Jézusom! De honnan tudjam, hogy melyik lök föl... De ahogy! Hát már ott voltam a... Az Isten verjen meg téged, és minden fölmenő, lemenő rokonságodat sújtsa átok örök valóra. Inkább itt a nyeles kalipó között elsuhanok. Na, hát itt nagyon fontos, hogy ne lökjük magunkat hátra ezekkel a szarságokkal, mint például, ahogy én most csinálom. Ezt így Nyugi, itt most el lehet suhanni. Most el lehet suhanni, hogyha nagyon gyorsak vagyunk. Ott ben vagyok.
ben vagyok, ugye? Ezt mondtam annak idején a lányoknak is, mikor kérdezték, hogy mikor kezdődik, de itt nem kezdődik semmi, hanem véget ér egy továbbjutással ez a kör. És bejutottunk a legjobb 31-be. Top 3-ak voltunk, csak hátulról, de van, aki szerint eleve hátulról kell kezdeni. Na! Ilyenkor szokott jönni a csapatjáték, de most nem fog, most minden rendben lesz, és nem lesz csapatjáték, hanem memóriajáték lesz. Na, hát ha az agyi kapacitásom nagyobb lenne, mint egy téli fenyőtoboznak, akkor nem izgulnék emiatt, így azonban ez meglehetősen necces lesz. Na figyelj, gyümölcs, memóriajáték. Jó, cseresznye, az ez, ne lökj le, bazd meg, mert ráthányok. Ez az, nagyon jó. Narancs, cseresznye, banán, dínye, az a túloldal, nagyon jó. Nyugi. Szőlő, narancs, alma, szőlő, bazd meg ezt. Hogy volt? Szőlő, narancs, alma, szőlő, banán. Ajjaj. Szőlő legyen? Jó. Hála a magasságos megváltónak. Nyugi, kiváló. Most már vége lehetne, mert már nem bírom idegileg ezt. Jó, köszönöm. Itt hangosan kell kimondani. Ez olyan, mint amikor az ujjunkon számolunk, meg amikor úgy olvasunk, hogy oda tesszük az ujjunkat. Nem szégyen, csak tisztában kell lenni a korlátainkkal. 5 ember kiesett. Hát ők nem játszottak memóriajátékot kisgyerekként, vagy nagygyerekként olyan hülyék, mint én, ezt nem tudjuk. Na! Jaj, már megint színezni kell, hogy az Isten áldjon meg, hogy olyan csapatba rakjál, akiket nem közösítettek ki a nagy csoportból, kérlek. Na jó. Srácok, úgy összefestek most mindent, hogy mikor utoljára ilyet festettem. Gyerünk. Tempera. Mindenki vegyen föl egy elemet. Mondjuk például, ha nekem adnátok egyet, akkor nem vágnék szájba senkit. Tehát, hogy az itt... Adjatok már egy elemet, hát bat... Ne, add itt... Add már ide, hát... Na! Én vagyok a legjobb színező, bazd meg, azt nézd! De engedj, nézd meg, hát fogdos a fasz! Kurva anyád, faszod, gyere ide, bazd! Tudod, hogy milyen érzés, amikor a herédnél fogva föllógatnak, kis köcsög? Ugye, hogy nem? Már meginvestünk! Hol van? Add ide, akkor azt a szemüveges fasz... Gyere ide! Gyere ide! Már megint inasba vagyunk rakva, bazd meg! Ja, ez itt full sárga. Akkor hol kék nagyon? Ott. Ez az! Ott jön a sárga hullám! Pe-p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 e
pú, pí, pí, pí. Várjál, most nagyon szarok vagyunk, most veszítjük az előnyünket. Lehet, hogy fölment valamelyik? Nem, fönn még sár. Át kell jönni ide. Nagyon össze kell sárgázni. Tulajdonképpen ez olyan, mint a hóba húgyozás. Na, már mint hogy nyugi. Na, elnézést kérek. Engedjél el, tojásfejű a mongászos fasz. Ez az, megvan, nyugi. Itt jön egy kék hülye, azt így visszafestjük. Nagyon szoros, de... Ott is van. Ott is van. Ez egy családbarát tartalom, így is van. Látom, többen tudják a cseten, hogy erről van szó.
hölgyeim és uraim, ez egy top 13-as szituáció, ezt meg lehet nyerni. Ezt meg lehet nyerni. Alapvetően karnyújtásnyira vagyunk a győzelemtől. Remélem most nem dobja be a pallón dobálózós elkerülős játékot. Nem, ez már a döntő. Hát megint a rohadt hexagon. De ebbe szar vagy, mármint, hogy mindenbe az vagyok, de... Ezt, de képtelen vagyok, nem tudom, hogy ezt hogy kell. Fizikailag képtelen vagyok, itt ez olyan nehéz, én nekem ez nem. Tudom, hogy itt ugrálgatni kell. De, és akkor leesek három szintet, és akkor hello, én vagyok az utolsó. Itt akkor már kiszedem az összeset. Ugye, ugrálgat a faszom, akkor essen le mindegyik itt középen. Nyugi, srácok, ez most... Ne! Hogy az problém? Mama! De az... Olyan hülye vagyok, meg olyan béna vagyok, tehát hogy miért áldott, mert miért nem lehettem ügyesebb, pedig anyukám mindig azt mondta nekem, hogy ügyes. Anya, miért hazudtál annyi éven át, anya? Miért nem mondtad meg az igazságot, anya? Miért nem vágtad az arcot, igazán? Essé le! Nézd meg, ő nem esik le! Persze. Mindig csak nézd meg, hogy ugrál. Ilyen, hogy ilyen szörme kabátom lenne, bazd meg ilyen okuláré kerek szemüveggel, akkor én is biztos ügyes lennék a Fall Guys-ba. Tehát inkább nem nézek ki, így érted, hogy mi van. Há, most onna? Mi van, okuláré? Nézd meg a furry róka. A furry róka, a Mikulás, meg egy Minion versenyeznek, ott a Minion azt kapta is. És nézd meg a furry róka Mikulás párharc. Aha, hát ott a Mikulás azt elég csúnyán beszopta, a furry róka az még megnyerheti. Hát meg is nyerte. Jó van, róka! Jó van, persze, nekem is ilyen cuki skinem lenne. A höri, ez biztos, hogy Serenit amúgy, ha megnézitek. Az arcáról látszik. Na jó. Semmi baj. Ott kaptunk egy ilyen szomorú némplétet. Azt be is ekvippelem konkrétan, tehát amilyen szomorú a teljesítményem, az kiválóan illik is hozzám. Meg tudom már venni a macska alját? Nem, 4500 nyugi. A stream végére meg lesz a macskának az alja. Jó van. Pay to win a játék. Bebizonyosodott. Semmi probléma. Cicápa visszatér. A skin volt a hibás, igen. Na de most, ez egy klasszikus pálya. A klasszikus pályákon megvan az az előnyöm, hogy... Remélem ez mi így fog nyerni. Pörgőrugással megyünk előre. Így is van. Na. Hölgyeim és uraim, cicápa megkapja a pole pozíciót, helyett a második sort. Igen, itt eleve rossz oldalról indulunk, de nem baj. Ezt a robotot takarítsad el onnan előlem. Állítólag, aki ezen a pályán kiesik, az állítólag az életben sem számíthat sok jóra, mert hogy ez a pálya, ez konkrétan egyszerűbb, mint a matematika a munkafüzetben az első oldal a harmadik feladata. Pedig az állítólag nagyon könnyű, úgyhogy ennek szellemében természetesen esély nincs. Na most nagyon gyorsan kussoljon mindenki, és... Menj már tovább, Nyugi. Egy ilyen taktikai visszavonulás volt, nem kell izgulnatok, jó? Most viccelődünk, humorizálunk, de egyébként minden rendben van. Pláne, hogy itt visszafele forgok, igen. Nyugi, 44 ember tovább juthat, nem kell izgulni. Itt van egy leesős hely, ezt tudom, mert ezt legalább 63-szor elbasztam már korábban. Úgyhogy most nem fog... De ne találj már el, te szőrös teniszlabda! Nyugi, itt az Among Us-os hülye gyerekek közelébe. Be is.
Be is iramodunk a célba. Hát, hogy itt ez mit csinál, ez a dínó testű, itt konkrétan úgy heverészett, mint szingli lány elében a parton. Kis esett. De mi tovább jutottunk, az a lényeg. Negyvenhárom. Az egyel több, mint a tökéletes válasz az élet minden kérdésére. Na, jó pálya lesz, most érzem. Aha, ez jó pálya. Hát annyira jó, mint a végbél tükrözés, tehát, hogy orvosilag egészséges, de annyira nem élvezed. Mármint, hogy nyilván én erről nem tudok nyilatkozni, de arról tudok nyilatkozni, hogy 16 ember juthat tovább, és vagyunk vagy 30-an, tehát... Vigyázz, jön az ember! Ugi, itt nem kell izgulni, itt ezt megvárjuk, amíg elmegy. Így is van, ott beállunk a fal mögé, mert az blokkolja az epret. Igen. Itt erre kell tovább menni, hogyha enged, de ne erre, gyere, te pöcsömöccse. Igen. Ott vissza szépen. Kényelmesen ott jön egy nagy darab. A nagy darabokat szeretjük, mert van mit fogni rajta. Itt is jön egy nagy darab. Így ide által megyünk, jön a szamóca! Azaz. Adok én neked szamóca. Jó. Nyugi. Ja, nem 16-tal jutnak tovább, hanem 16 ember kerülhet inasba. Hát én lehetek az egyik most itt mindjárt, de nem, mert nyugol a nyugodtság van. Ide kijövünk a szélire, még kettő speciális embert várunk, aki összeesik attól, hogy szamócák repülnek felé. Itt ezt át kéne menni középre, köszi. Még egy ember, és ott van. Nagyon jó, nagyon jó. Egy jó eprezés. Igen, igen. Nem szponzor az egészségtelen energiaital. Ne igyatok ilyet. Csak ahhoz, hogy kellő mértékben idióta legyek, és megidézzem ilyen öregen a 12 éves énemet, ahhoz fel kell pörgetni magam, de nem szponzor. Tehát majd utólag kiretusáljuk. Nem eprezés, hanem eperezés. Mert mi az az eperezés? Ez valami pervers dolog, amit csinálnak a fiatalok, és én nem. Mi az az eperezés? Ezt már érzem, hogy nem kellett volna meg. Mi az az eperezés? Na, eperezés helyett megint színezhetünk. Igen, igen. Nem akarom tudni, mi az az eperezés, de biztos vagyok benne, hogy valamihez köze van. Nem akarom tudni, inkább nem. Inkább nézzük, hogy kékre tudjuk-e festeni a neonpályát. Valószínűleg tartom, hogy nem. Tehát, hogy túl egyszerű lenne, hogyha ezeket a videójátékokat meg lehetne nyerni. Szimplán azzal, hogy okosan gondolkodom. Jó, 80 ezeren jönnek ide megrángatni. Úgyhogy inkább átfestek minden. Egyébként a legjobb taktika itt az, hogyha mész a hülye gyerekek után. Ne, hagyj békén, az is ketten próbáltak meg gyakorlatilag. Hát ez az eperezés, amit most csinálnak. Ezt így ilyen nagyon, nagyon bemindenezett bulikba szoktak ezt az eperezést csinálni. Konkrétan. Akkor be vannak mindenezve a fiatalok, akkor így hárman körülállják az egyiket, és úgy megeperezik, hogy engedj már el! Nyugi, ott az megvan, de folyamatosan megepereznek. Engedj már, én nem olyan srác vagyok, akit így szereti, hogyha hátulról megeperezik. Na. Párápír, szóval azt akartam mondani, hogy az a legjobb taktika, hogy így mész a hülye után, és befested, amit ő befest. Egyelőre totálisan nyerünk, természetesen ez nagy részben nekem köszönhető, hogyha valakiben ez kérdés volt. Ez az itt nagyon jaj, de vigyázzatok, mert bármikor megeperezhetnek. Így is van itt mindent, amit a kis fiatalember összesárgázott, azt én visszakékezek. Hát aki a Splatoon nevű játékot ismeri Nintendón, annak ez nem újdonság. Új, itt nagyon sárgáznak, de hát esélyük nincs konkrétan. Ez az fessed, gyönyörű. Jaj.
Majd, mert egy kicsit megijedtem, amikor hárman hátulról megepereztek, majd, de... Ismét döntő, hölgyeim és uraim, ismét döntő. Na most egy dolgot kérnék, hogy ne a hexagonos hülyeség legyen, mert akkor saját magamat itt a kamera előtt megeperezem élőbe, és azt nem akarja látni senki. Jaj, hát ez még nem a döntő. Ó, jaj! Ez a leesős. Na igen, ez az a baj, hogy ezt már megtanulták szerintem az emberek, hogy hogy kell. Ó, bassz meg. Itt állítólag be kell rohanni, és... Aha. Várj, itt biztos van valami új taktika, mióta én utol... Aha, azt arra az ott nem jó. Aha, ez... Nyolccal jutnak tovább, tehát arra kell figyelni, hogy ne legyen előttünk 7 ember. Azaz, nagyon jó. Hát tulajdonképpen ez a pálya végig az eperezésről szól, hogyha szigorúan akarjuk venni, akkor ez a pálya végig az eperezésről szól. Itt mindenki eprezi magát előre. Azaz. A hülyék így ugrándó. Azaz, ott, aha. Na ki az, aki bátor? Ott még van hely! Ott! Nyugj! Na, hát ha valaki nem tudta, mi az eperezés, akkor... Ne! Na! Na ki az, aki kiszáll az eperezésből? Ott az... Azaz! Na! Aha! Ott. Ne lökdössél! Nem! De ne! Hogy? Hát a közepében voltam az epernek! Hát én voltam az epermag! Na bazd meg! Ez nem volt fair, ez nem... Ez fixen csaltak. Semmi baj, remélhetőleg kapunk elég pénzt a cica skinre, és akkor menni fog a win. Hát egy cápa is lehetnék, de én cica akarok lenni. Jó, tehát ha voltak vágyaim valaha az életben, amiket el akartam érni videósként, akkor az, hogy a cica közösség befogadjon. Oda nézzetek, ott a cica. Add ide. Ez az, equip. Na! Na most már fullosan macska vagyok. És tudjátok mit? Nagyon durva lesz, figyeljetek, nagyon durva lesz. Most az a legdurvább. Igen, ez már eleve nagyon durva, de narancssárga cica leszek. Na erre nem számított senki, hölgyeim és uraim. Én feliratkoznék, tehát hogy ilyen durva dolog, hogy a Nessai narancssárga cica lett. Kész. Na erre a fordulatra senki nem számított. Tehát hogy ez annyira pepedé és pog egyszerre, hogy tulajdonképpen kekvélul. Én ezt... Reméljük a Garfield készítői nem fognak rám telefonálni, hogy egy copyrightos ügymenetet így lefolytassunk jogilag, de narancssárga macska vagyok, ez a lényeg. Meg az, hogy Aquila 39 hónapja viseli el a hülyeségemet, amiért mindenféleképpen tisztelet jár neki, mi pedig berobbanunk egy újabb körbe, ami a híres ajtót ketté fejelős. Hát régen ebből kihívás videókat csináltak, meg bűvészek léptek föl ilyen ketté fejelgetéssel. Most az interneten színes pixel babokkal fejelgetünk ketté ajtókat, hát ha az emberiség halálra van ítélve, akkor valószínűleg ez emiatt van. Minden esetre a teljes cica skin birtokában a harmadik sorból kizár dolog, hogy itt kiessünk, mert ha itt kiesnék, akkor tulajdonképpen mi értelme a létezésemnek? Azt tudtam, hogy ez az ajtó ki fog nyílni. Igen. Azt is tudtam, hogy ez ki fog nyílni. Az, hogy... Hát de ezt az eprezést nézd meg! Undorító. Azért, hogy tényleg az emberek nem tudják visszafogni magukat. Én értem, hogy otthon házi buliba, amikor szeretteink között vagyunk, akkor egy kicsit megeprezzük egymást, de így az utcán nyilvánosan 50-en leállni eprezni, én ezt így felháborítónak tartom, tehát hogy az erkölcsrendőrséget jó lenne megidézni, de ezeket az eprezéseket, de hát ez a mai fiatalok miatt van ez is. Mai fiatalok baznak bárhova elmennek, azt itt epreznek, miközben távolságot kéne tartani. Na nem baj!
Az a lényeg, hogy tovább jutottunk, Daninak pedig köszönöm az 1500-as csírt, Medlinek pedig a 9 hónapot. Megvan a továbbjutás. Sose volt kérdés. 43 kiváló ember kvalifikálta magát. Tulajdonképpen már felsőbbrendűnek is lehet őket nyilvánítani. A számítógép pedig újabb pályát sorsol. Kamala ott ül az irányító központban, és azt mondja, hogy egy kiváló futball például még nem volt ma. Kiváló fotbalozást, labdarúgást lehetne rendezni. De ahhoz még túl sokan vagyunk, tehát hogy ez semmiféleképpen nem lesz, csak így megpendítettem ezt a dolgot. Helyette egy újabb, klasszikus Season 1-es pályát magunkévá tehetünk. Apró érdekesség, ezt kevesen tudják, egy easter egg a játékban, hogyha a Season 1-ből 4 karaktert elveszel, 3-at pedig kicserélsz, akkor az jön ki, hogy sör. Ez a vicc egyébként 92-ben született, ezt is kevesen tudják. És egyébként rosszul is mondtam, mert S betű van a seasonben, tehát hogy annyit nem is kéne kicserélni, de mindegy, az időt próbálom húzni addig, amíg megpróbálom a megfelelő ajtókat megtalálni, hogy ne essek ki, mint egy idióta. Így is van. 31 továbbjutó hely van. De hogyha nem lenne a nyeles kalipó az uta, az kellemetlen lehet, most nagyon kellemetlen lehet, mert szoros lesz a befutó. Egyet megvan, meg, nyugi. Nyugi, nyugi. Kevésbé volt eprezés, úgyhogy viszonylag szabadon tovább tudtunk osonni. A macskának az áramvonalas kialakítása az sokat segített abban, hogy ne legyen igazából nagy probléma abból, hogy itt hát tulajdonképpen sok jó embernek kellett kis helyen elférni. Még mindig sokan vagyunk. Egy dolgot nem szeretnék, a hullahop karikán átugrós pályát, mert az kifejezetten cúmantós, de ez egy jó pálya. A téli seasonből fel kell jutnunk a csúcsra. Fiatal koromban tulajdonképpen másra se vágytam a nap 24 órájában, mint hogy feljussak a csúcsra, de az a baj, hogy senki más nem érdekelt rajtam kívül, de mindegy, ez egy teljesen mellékes zönge. Itt most megpróbálhatjuk kompenzálni az akkoriban elmaradt dolgokat. Úgyhogy hát meg is próbálunk itt karácsonyi körülmények között előre törni. Itt az erdei Zsolti akadályoknál próbálkozunk, az kevésbé veszélyes, mint az összes többi. Ezt például így kiválóan szájon vertem saját magamat, ez a taktikám része. Szereztünk egy kis előnyt a szájonveréssel, itt erre a boxos cuccra nem akarok rálépni, itt ez a gigantikus hógolyókkal, én nem tudom, hogy mi, tehát ezt így kitalálta ki, haló? Jó napot ki, ha, te, cici, a cicának a szőrével ott meg tudtunk ragadni, ez volt a szerencsém. Cica szőre beleragadt a hóba, mert hogy ugye nem fürödtünk le egy olyan 3 hónapja, ezt az erdei Zsoltit kicsit szájon vágott, de nem baj, nem sietünk. Nem sietünk, nem si... Ne, ne, no, ni, ni, na, nu, nu, ni, ni, na, nu, nu, az a erdei Zsóti. 20 továbbjutó van, nem kell kapkodni. Teljesen jók vagyunk, megvárjuk a cukorka falat. Ugorj már föl! Hallod, nem megy a macska! Na, nyugi, 9 életem van, abból egyet kéne a továbbjutásra áldozni. Így is van. Top 12. Pay to win, ismét bebizonyosodott. Ha nem vagyok macska, akkor tulajdonképpen lecsusszantam volna, de így ebben nem esett hiba. Cipellalipellának köszi a feliratkozást, Nonsense-nek a Prime-ot, Biancának a giftet, Nagy Ádámnak a 20-at, Daninak a giftet és a csír nukleáris bombát. Nagyon szépen köszönöm, srácok, remélem, hogy mindenkinek megadja a hétvégi alaphangulatot ez a kiváló játszás. Top 20 a szituáció, páros számú a továbbjutó, tehát most egy csapatversenyben fogok kiesni, utána fölköpök a levegőbe és aláállok, aztán pedig heveny káromkodások közepette itt hagyok mindent, így is van. Ez a csapatjáték pedig nem lesz más, mint a festés. De utána előadom a narancs tetves és dugóból valamelyik jelenet, nem, azt nem adjuk elő. Nari, betakarhatlak. Na,
akarjon be téged a sírásó. Fogjuk meg a betörít, és akkor fessünk, gyerünk! Elképesztő színezések. Nem hagyjuk, hogy megeprez. Néznek, kettesével festem őket. Ott jön két hülye, de vissza is fordulnak. Hát azért, mert ugye hülyék. Ez az, át kell jönni a térfelükre, mindent, amit alkottak, tönkre kell tenni. Ez az. Vezetünk, egyelőre vezetünk, a felsőbb intelligencia, az bizony megmutatkozik. Itt most a mi térfelünkön megpróbálják megfordítani az állást. Tulajdonképpen itt az nyer, aki jobban a seggébe marad a másiknak, és többet tud átfesteni. Egyelőre jók vagyunk, el kell osztani, hogy ki melyik területet fedi le, és akkor így nagyon szépen az állást végig a kezünkbe lehet tartani. Ott jön egy kolléga, úgyhogy itt rám nincs szükség. Itt szépen által festjük. Itt a Tiszán Ladikon. Hát itt középen senki nem akart festegetni, az ott nem tetszett nekik. Ott azt kinasba rakjuk, ott egy kis kék ember, így megyek utána, és tulajdonképpen anulálom a pontjait. 9 éves rajongóimnak mondom, az anulálom szóra rá lehet keresni a szótárban, hogyha esetleg bővíteni akarjuk a szókincsünket. Az anulálás az egy intelligens szó, tehát hogyha ezt az isibe mondjuk elmondjátok, akkor mindenki azt fogja hinni, hogy okosak vagytok, akkor is, hogyha igazából rohadt hülyék. 300 pontunk van, tehát tulajdonképpen a kék csapat az le is mondhatna a létezéséről, mert teljesen fölöslegesen vesznek részt a videójátékban, az idő letelik, mi pedig könnyedén tovább jutunk. Így is van, kiváló, köszönjük szépen. Ismét döntő szagú a dolog. Trocsminnak köszi a giftet, Nérónak a csírt. Köszi srácok, köszi, köszi, a hype vonat pörög, már csak ki kellene maxolni, de addig is. Ismét egy döntő ütközet következik. És a játék... Ah, Nexagon, az bazd meg, az. Hatágú dolgokkal fogok álmodni, esküszöm, csak olyan hatágú dolgokkal, ami csöpet vállalhatatlan, de mindegy. Hát itt azért taktikusan sokan fönnmaradtak. Aha, hát itt sehova nem tudok ugrani. Ott a Mikulás megpróbált inasba tenni. Nem ártana előbb-utóbb így rájöjjek, hogy a szélére érdemes leesni, vagy a közepére érdemes leesni. Nagyon együtt halad a csapat, azt kell, hogy mondjam. Hát én nem tudom, hogy hogyan kéne ezt csinálni, hogy alul jó lenni, fönn jó lenni, ugráljak, vagy szaladjak, vagy igazából fogjam be a pofámat, tehát fogalmam sincs, tök mindegy, hogy mit csinálok, bazd meg, így is, hogy jön a Mikulás, bazd meg, csak hogy így lerak a Mikulása semmi közepére, aha, azt kösz neked, bazd meg, nyugi, nyugi, na most akkor így elkezdem kiszedni középről. Itt maradjak a szélén, de ott megint Mikulás van, ott egy űrboszorkány próbál meg baszogatni, megint leesek, mint egy hülye, megint elsőként fogok kiesni. Ilyenkor amúgy fölfele kéne nézni, hogy lássam, hogy hol vannak a speciálisok, és akkor így alattuk kiszedjem a talajt, de hát én nem értek ehhez, tehát tulajdonképpen én ahhoz értek, hogy hülyeségeket beszéljek megállás nélkül, ahhoz, hogy hogyan lehet nyerni videójátékokban, ahhoz nem értek, tehát hogy... De nehogy leessél, bazd meg, nehogy leessél. De miért kell idejönni mellém? Hát nem szeretett anyukád annak idején? Azt mondta neked, hogy az a vicces, hogyha másokat szopadsz. Nem tudom, nem, hát... De engem legalább szeretett anyukám. Jó, de hát na. Arra várunk, hogy a Fall Guys-ban megszülessen az a döntő, amiben van esélyem. Például a körbeforgós az jó. Na jó, most megyünk egy utolsót. Most megyünk egy utolsót, de az olyan lesz, hogy hát most mindenki hívja be anyukáját is, hogy ezt megnézze, mert az utolsó köröm az most olyan lesz, hogy így. Hát nyilván, olyan lesz, hogy nyilván.
Ádám nagynak köszönöm szépen a gigászi földgravitációs egyenletet megbontó 10-es subgift bombot, ha jól számolom, az 10, Mr. Tukánnak pedig a giftet, Trocsmingnak szintén. Nagyon szépen köszi, hát látjátok, ha anyukátok most bejött a Twitch chatre, lehet, hogy kapott egy subgiftet. Én mondtam, hogy ez nagyot fog most menni. Nagyon szépen köszi, Ádi. Srácok, most mindenki egy pillanatra csukja be a szemét. Szellemüljön át a cicával. Mindenki gondoljon egy általa választott macskára. Annak mind a 9 életét szedje össze. És hogyha mind a 3000-en összeadjuk ezeket a 9 életeket, akkor talán félig van esélyem arra, hogy ne legyek balfa. Mármint... Nyugi. Srácok, egy UV spamet a chatre az utolsó körre kérnék szépen mindenkitől, jó? Tehát csináljunk úgy, mintha nem lenne holnap, mintha a chatet nem lehetne értelmes beszélgetésre használni. Gyűjtsük össze az univerzum energiáit, és akkor egy klasszikus Season 1-es pályával ezt az utolsó hatalmas nagy rakást megindítjuk. Gate crash, tehát ajtó csapódás. Reméljük, hogy ez senkiben nem idéz kellemetlen emlékeket. Lehet szórakozásból is ajtót csapkodni, hogy ez az interneten viral videókban sokszor látható. A második sorból indulunk, ott valaki ki is DC-zett, ennek köszönhetően kiválóan kapjuk el a rajtot. Itt át is ugrunk az ajtón, voltak hülyék, akik nem tudták kiszámolni, hogy itt még át lehet férni, de hát mi nem vagyunk hülyék, sőt, mi kifejezetten intelligensek vagyunk. Ennek köszönhetően a megindulásunk mértéke az kiváló, csak egy dildó az arcunkba csap. Hát igen, az nagyon kellemetlen tud lenni. Személyesen természetesen erről nem nyilatkozhatok, hiszen nincsen tapasztalatom, viszont arra mindenféleképpen jók vagyunk, hogy itt a közelső kapun a top 10-be becsúszunk, és ez meg is történik. Kiváló indítás. Látszik, hogy mekkora gyűlés volt itt energia szinten. Ez mennyire menő ez a sárga skin. Hát ez konkrétan egy fashion designer kolléga esett ki itt utolsóként, de nem baj. Köszönöm szépen a csíreket, Bianca, Kuakuza, Zsuzsi, Hunterkraj, Trocsmink, Benny, Dani a giftet, Dani az ötös giftbombot, Jézusom, Trocsmink gyökérkezelt a csíreket. Hát tulajdonképpen, hogyha ezt nem nyerjük meg, akkor nekem is járna egy gyökérkezelés. Bár állítólag sokan azt mondják a YouTube komment szekcióban, hogy születésem óta gyökér vagyok, tehát hogy ezen nincsen mit kezelni, de mindegy, ne ezzel foglalkozzunk azzal, hogy a következő pálya az nagyon nagyot mehet, ugyanis ez a pálya az én kedvencem, a tundra futás. Hát amúgy ez nem egy rossz pálya, ez egyébként meg lehet. Gyerünk, Alvar Hegyeske, Trocsmink Hunter, köszi. A hype vonat az konkrétan kiakadt, tehát az univerzumból kiszakadt, nem is látni a végét, annyira megtöltöttétek. Én is most itt megtöltöm a többi versenyzőt a szégyen teljes vereség érzésével. Úgy is van, ott már látom is a nyitás. Legalább akkor ez a nyitás, mint ami április 19-én fog történni az általános iskolákba. Remélhetőleg. Na, most telibe talált egy szamóca, ez mondjuk nem segít. De oly istenem, nagyon nagy eprezések vannak, illetve eperezések. Az a baj, hogy be vagyunk ragadva. De hát itt erdei zsótizni lehetne, de... Aha, szar van a palacsintába, srácok. Aha, hát az konkrétan már inkább faga. 31 tovább jutó hely van, nem tudom, hogy ez mennyire kedvez nekünk jelenleg, hát így például sehogy, hogyha ilyen balhere vagyok. Ez például, hát na, most akkor nyugi. Hányan lehetnek előttem, ugye? Ez olyan, mint ikkó feleltetésnél a naplóba számoltuk, hogy hányan lehetnek még előttem. Most kell indulni ott a szélen, 4 ember már tovább jutott. Még benne lehetünk, hogyha elkapott, hát mi kapott el, bazd meg? A fertőző agyhúgykő, az kapott el sajnos. Ott átrepülünk az akadály... De miért esel le? Nyújts. De hülye, hát mi a... Nem igaz, nem komolyan mondom, hogy... De hülye a macska, érted? Ott van, ott van! Oh!
Nyugalom, nyugalom, nem kell izgulni, nem kell izgulni. Mondtam nektek, hogy az utolsó kör nagyot fog menni. Így kell kiszámolni az utolsó továbbjutó helyet. Nem szűkültek össze a bizonyos izmaim, amelyek a létfenntartáshoz szükségesek? Nem, nem. Ja, hogy közben az iskolák nem nyitnak ki, ez mai hír. Na, hát akkor ez kiváló. Ennek örömére akkor, hogyha nincs iskola, akkor figyelem, figyelem, ne bulók! Memória óra lesz Nessali bácsival. Gyümiket fogunk nézni. Itt a kijelzőre feltekintetek. Ja nem, itt alma... Mi volt az? Dínye, meg alma. Dínye, alma, gyerekek, ez két gyümölcs. A dínye meg az alma. A dínye, ami... Ne lögdössé már, Sonic! Igen, és akkor megnézzük a kijelzőn, hogy mi van. Dínye vagy alma, ez dínye. Ide kell állni a sarokba, és akkor nem esünk le. Kivéve, ha fejbe talál minket valami. Narancs, szőlő, banán. Narancs, szőlő, banán. Narancs, szőlő, banán. Narancs, szőlő, banán. Hol van egy alma? Ott. Narancs, szőlő, banán. Narancs, szőlő, banán. Ott, 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 igen. Nagyon jó, hát fejbe talált valami, egy áfonya. Banán, dínye, banán, narancs. Dínye, cseresznye, dínye, banán, narancs. És ott meg szőlő, szőlő, banán, na, hát fogalmam sincs, dínye? Én elhiszem nekik, fogalmam sincs. Hát benne volt a pakliba, hogy itt beszopódik mindenki, legyen vége, mert már elfáradtam. Köszönöm szépen. Jóval, jól van, tovább jutottunk, nem kell izgulni. Nálvár Isti, Ádám, Cipella, Meirin, mindenkinek nagyon köszi a támogatást, tényleg. Teljes macska szívemből ölellek benneteket. Top 29, meg lehet. Ilyenkor szokott következni, egy kiváló csapatjáték mondjuk. De ehelyett, jaj, a nagy gyümölcshegy. Hát gyerekek, mivel nem nyitnak ki az iskolák, ezért most az egészséges étkezésről fogunk beszélgetni. Nagyon fontos, hogy egyetek sok-sok gyümölcsöt, különben olyan mocskos lesz a szátok, mint az enyém. És ha ilyen mocskos lesz a szátok, mint az enyém, akkor édes anyukátok egy baseball ütővel fog szájon verni, mármint hogy nem. Ha ilyet csinál, akkor a megfelelő hatóságokat, az ombudsman bácsit kell keresni telefonon. Viszont... hogy tudok ennyi hülyeséget összeoldani? Na mindegy, a lényeg, hogy itt a jobb szélen egyelőre kiválóan evickélünk előre, és ez egy győzelem... Naha, győzelem, a faszom a győzelem, ez nem győz... Nari! Nyugi, nyugi, hát meg vagyunk, hopp! Hát meg vagyunk, nyugalom! Ben vagyunk, nem volt kérdés. Nem kell hívni az ombudsman bácsét. Hanem mehetünk tovább, mehetünk tovább. Jaj, az Isten áldjon meg. Így folytatjuk, ebből videó lesz. Nari! Jó, na. Fogyunk, rendesen fogyunk. Ha én így fogynék, akkor nem kéne kitakarni az alsó részeimet a kamerával. Ez mi az Isten? Pingvineket kell fogdosni? Haló? Hát beperelem! Micsoda? Ez egy csapatjáték. A pingvint kell vinni. Hogy kell vinni a pingvint? Ott a pingvin, hogy szal... Hát milyen kis arra? Add ide a pingvint. Hova lett? Várja, ott is van. Add ide a pingvint. Ott az erdei zsóti alatt ott van egy pingvin. Add ide a pingvin. Hát az az enyém. Hát hogy merészelik? Hát hol a jogdíjam? Hol a jogdíjam? Add ide a pingvin. Az meg add már. Hát milyen kis aranyos, ott szaladgál. Att itt nagyon nagy eprezések lesznek. Add ide. Ott vittem. Nem vittem. De viszem. Én vagyok a pingvin. Add ide. Att. Utolsó vagyok? Első vagyok? Győzök? Melyik színű csapat vagyok? Kék vagyok.
Ja, itt pontokat kapunk, minél tovább van nálunk a kis pingvin. Aha. Ott, hát az konkrétan egy jobbos volt Erdei Zsótitól, igen. Add ide a pingvint. Nem tudom, hogy jó-e, amit csinálok, vagy kiesek a vérbe, de... Ez a totális káosz ez a játékmód, bazd meg, tehát, hogy... Aha, most konkrétan olyan szinten kieső helyen vagyok, hogy... Jó, vigyed, az kék, hadd vigye a kék, ő velem van. Leesett. Srácok, nagyon kéne egy pingvin, mert nagyon nagy gebasz van. Az a baj, hogy mindenki egy pingvint üldöz, és a saját csapattársait teszi inasba. De nagyon kieső helyen vagyunk, tehát hogy nehogy már a pingvines pályán essek ki, bazd meg. De ne engem fogjál! De... Bazd meg, az nagyon nagy baj van. Add ide a pingvin! De hát ezt nem tudok mit csinálni. Hát konkrétan utoljára matek órán éreztem ennyire képtelennek magamat a feladat elvégzésére. De már megint a sárgánál van, de miért? De hát kiesünk nagyon! Hát haló! Hát ez a leg... Hát ez legalább olyan szarbazd meg, mint a Batman vs. Superman végén, amikor mártázással lett vége a filmnek. De ez lehet, hogy annál is egy fokkal szarabb volt. Hát kiestünk a pingvinezésbe. Hát ennél szomorúbb históriát komolyan mondom elképzelni nem lehet. Hát ez szomorú. Hát, hölgyeim és uraim, tényleg. Több hasonlatot tudnék mondani, hogy ez mihez volt hasonló befejezés. Amikor fölviszed a lányt és azt mondja, ne. Na, nyugi. A lényeg az az, hogy hát az erkölcsi győztesek mi vagyunk, de az egészség a legfontosabb, úgyhogy a koronás győzelmeket azt elengedtük, hogy vigyázzunk magunkra. Úgyhogy srácok, ennek szellemében én is azt kívánom nektek a sok viccet meg hülyeséget félretéve, hogy vigyázzatok magatokra. Remélem, hogy jól szórakoztatok és felvidított benneteket egy kicsit így a hétvégére ez a kis hülyéskedés. Természetesen, ahogy jön a Fall Guys következő szezonja, az új pályák, azt is meg fogjuk nézni, azon is hülyéskedünk egy nagyot. Köszönöm szépen nektek a velem tartást, a figyelmet, a rengeteg támogatást. Tényleg remélem, hogy jól szórakoztatok. Találkozunk hamarosan, addig is puszi a pocitokra, csók a családnak, legyetek jók. Én ezt Szali barát voltam. Like, feliratkozás, 499, kövessetek TikTokon, Instán, Twitteren, Facebookon, mindenhol, csak az utcán ne. Köszi. Szevasztok! Pappá!